Fél év után ismét Ukrajnában járt Jászberényi Sándor. A 24.hu haditudósítója Kijev után a fronton is volt. Tapasztalatairól kérdezzük Jászberényi Sándort. A 24.hu haditudósítóját, jó estét, szervusz! Jó estét! Mikor mentél ki, mikor jöttél haza? Tíz napja mentem ki körülbelül, és tegnap előtt hajnalban érkeztem meg Magyarországra. Gyakorlatilag az aktív fronton, tehát Donyeck megyében én... Hol voltál pontosan? Kurahova városánál, de ezt tartják az ukránok, ezért folyik ott a harc, tehát 40 kilométeren aktív harcok vannak. Amikor kimentem, ugye akkor lehetett tudni, hogy a herszoni hadművelet az zajlik délen. Fejezetten azért mentél? Tehát tudtad, hogy most lesz valami, oda akarsz menni? Nem, ugye bejelentették, akkor én felhívtam néhány ottani kollégámat, akik ott voltak már a térségben. Elindultam, levezettem Kijevbe. Kijevben kiderült, hogy az aktív frontra nem nagyon engednek ki újságírókat, tehát hogy a déli fronton gyakorlatilag nem lehet lejjebb menni. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor elmegyek keletre, tehát így a Donbassba megnézem, hogy mi van. Nem tudtam, hogy a Harkivi offenzíva kezdődni fog, tehát ezt senki nem tudta. Tehát még három nappal az offenzíva kezdet előtt ott ültek az Ezt meg akartam kérdezni, mert ugye mindenki másra számított, hát volt egy nagy dezinformációs kampány ezzel kapcsolatban, de ott sem, még az előző napokban sem, semmit nem lehetett hallani. Az igazság az, hogy nem. Én már nem voltam a 72. nehézgéppuskás brigádnál, amikor mondták nekem, illetve nem is nekem mondta, hanem a közlegénynek, aki ki volt mellém vezényelve, hogy akkor te vigyázol erre az újságíróra, mondta, hogy akkor már holnap ki tudod vinni a frontra, mert holnap támadunk. És én akkor azt hittem, hogy ez egy ilyen minimalista támadás lesz, vagy valamilyen figyelemelterelés, vagy bármi eset az ukrán részén. Nem tudta, hogy egy teljes ellenoffenzíva kezdődik Harkivban. És hát ugye nyilvánvalóan ilyenkor az egész régióban, tehát ugye az északkeleti részen volt az áttörés, tehát benyomultak Izjumig, felszabadítottak Izjumot. Én nem tudtam, tehát akkor már kérdeztem, hogy akkor most akkor Donyeckre is rá fogtok fordulni, tehát hogy ráfordul-e az ukrán haderő a Donyecki térségre. Ugye ezek szimbólumosok, ezek a városok, tehát Izjum is szimbólum. Hát a Donbass kapuja, azt mondja. Egyértelmű, logisztikai központ. Figyelj csak, Sándor, azt meséld el, hogy, mert ugye mi azt a hírekből, vagy aki tájékozódik, azt látja, hogy hogy állnak a harcok, és a többi, és a többi. Egy nap milyen? Tehát milyen ott egy nap? Mit viselnek a katonák? Hogy képzeljük azt, ami számunkra valószínűleg egyébként elképzelhetetlen? Én azt gondolom, én azért elég sok háborúban voltam az elmúlt 15 évben. Ez a fajta tüzérség, ami ott van, ez a második legháború a lövészárkaival, az egész nagyon európai. Ember onnan épelméből nem kerül ki. Tehát aki ott szolgál, és aki ott eltölt négy napot, négyet. Nézd, én azt mondom neked, hogy most hazajöttem, hála Istennek nem voltak sörös PTSD-s tüneteim sosem. De most mondd meg a nézőknek, hogy az mit jelent. Posztraumatikus stressz szindróma, ez azt jelenti, hogy ha valamilyen trauma van, akkor utána ez az élmény előhívódik, és hülyén reagálsz egy helyzetben. Nem vagyok benne biztos, hogy ha most tudom én eldurrantanak egy petárdát mögöttem, akkor én nem vágom magamat azonnal a földhöz, vagy nem valami nagyobb durranás van. Mert én ott álltam abban az aknatűzben, ami éri ezeket a pozíciókat. Ezek a gyerekek, 24-30 közötti gyerekek, 20 és 30 közötti gyerekek állnak ott, harcolnak, lövik őket folyamatosan, rakétákkal, 82 mm-esekkel, ezek aknagránátok. Amíg én kint voltam a fronton, tehát az aktív fronton egy kilométerre, ott voltam benne a géppuskálásoknál, addig becsapódott az alatt, a fél óra alatt becsapódott, vagy 30 aknagránát. Onnan nem jössz képelmével. Tehát az sosem... Beláthatatlan következményei van. Igen, és ezt beszéltem a kollégámmal is, a Hölvényi Kristóffal, akivel voltunk ugye februárban Kijevben, hogy azért rögtünk a tűzijátékon. Kérdeztem, hogy készülsz a tűzijátékére. Láttam, hogy gyülekeznek az emberek, néztem, hogy hova fognak lőni, aztán bezártam az ablakokat, mert jobb ilyenkor nem kéne lenni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó helyzet, és hát egészen elképesztőnek látom azt a reakciót nagyon sok embertől, akik nem hiszik el, hogy hogy ott háború van. Tehát azt gondolják azért, mert Kijevben az emberek elmennek inni egy italt este,
hogy ez nem egy daráló ott lenn a keleti fronton a déli. Ugye te jártál kint a háború utáni, vagy a háború kitörése utáni napokban is, ugye beszéltünk és kapcsoltunk itt is téged. Az érdekelne még, hogy mennyit változott azóta a mindennapi élet a városokban, mi van az utcákon, milyen az emberek hangulata, fáradt, reménykedő, mit gondolnak most? Én azt gondolom, hogy itt, ami egy óriási stratégiai hiba volt az orosz kormányzat részéről, hogyha voltak Ukrajnában etnikai problémák, ha voltak Ukrajnában a klasszikus nemzetállamisággal való kérdések, ezek megszűntek. Ez egy 19. századi nemzetállam jön létre azokkal az eszmékkel és új legendákkal és mítoszokkal, amik a nemzethez szükségesek. Amikor mi kint voltunk ugye februárban, akkor egy offenzív közepén voltunk, nem tudtuk, hogy beveszik-e Kijevet, vagy elesik-e Kijev. Irpinnél ott álltunk szintén az Akhmatüzben. Ami változott, az emberek élnek, az emberek, tehát jár a tömegközlekedés, nyitva vannak a boltok, lehet, most már nem kell, tehát lehet tankolni rendesen a gépjárművekbe, zajlik az élet, de eközben a fronton lent, tehát egy kétségbe esett védekezés zajlik, ellentámadás és visszaszerzése a területeknek. És de hát mondjuk Kijevben, hogy most az ember megérkezik Kijevbe, csak a 11 óra után ugye kijárási tilalom van, akkor kivonul a rendőrség, és lezárják a hidakat, meg az utcákat. Akkor lehet látni, hogy azért itt egy feszültség van, de alapvetően az emberek bizakodóak. És ami egészen biztos, hogy tehát, nem tudom, hogy hogyan lehetne megnyerni ezt a háborút, mondjuk az oroszokban. Nem tudom elképzelni, mert hogy hiába vonulnak be, foglalnak egy város, vagy bármi ilyesmit, ezt a szellemet nem lehet visszagyömöszölni a palackba. Sándor, köszönöm, hogy jöttél, és itt voltál, és elmesélted ezt a nézőknek. Köszönöm.